Köszöntöm Önöket, itt állunk a Jövőt Záloga nevű pályaválasztási kiállítás középiskolákat felvonultató programján. Én pedig a Szekszárdi Kolping iskola igazgatóját, Koller Tamást kérdezem arról, hogy kiket és milyen képzésekkel várnak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Elsősorban középiskolások, a korosztályt várunk, ugye egy középiskola vagyunk. 3 éves szakképzésre várjuk elsősorban a jelentkezőket, és 2 éves részszakképesítésre is várjuk a diákokat. Ugye most változott az OKE, úgyhogy új elnevezésű szakmákkal várjuk szeptembertől a diákokat. Ezek a 3 éves képzésben szakács, szociális ápoló és gondozó, divatszabó, női szabó szakirányjal és kertész lesznek, 2 éves részszakképesítésben pedig parkgondozó, lakástextilkészítő, számítógépes adatrögzítő, szakácssegéd és háztartásvezető. És ugye esti tagozaton is indítjuk képzéseinket, ebbe pedig az az újdonság, hogy az idei tanévtől van gimnáziumi képzésünk is, és jövőre is indítjuk a gimnáziumi osztályunkat. Azt gondolom, nagyon fontos egy középiskola életében, hogy milyen lehetőségek vannak a diákoknak a tanórák után. Önöknél mi a helyzet? Igen, sokféle lehetőséget kínálunk a diákjainknak. Van egy művészeti iskolánk is, ami elsősorban tánc tagozattal működik. Ez egy lehetőség a diákok részére. Ennek többféle lehetőség közül választhatnak. Társas táncot, modern táncot és néptáncot is lehet választani. Ezen kívül ugye különböző pályázatokkal segítjük a diák életet. Vannak belföldi és külföldi pályázataink. Ugye Kolping iskola vagyunk, sokan ismerik az Alsópáhoki Kolping Hotelt. Minden évben küldünk oda diákokat gyakorlatra. Ez egy 4 csillagos szálloda, szerintem egy kiváló lehetőség. Több Erasmus pluszos pályázatunk is fut, úgyhogy több helyre tudnak menni a diákjaink külföldre. Vannak rövid útjaink, amik 3-4 hetesek. Jövőre indulnak 2 hetes lehetőségek is, és van egy hosszú pályázatunk is, ami pedig 3,5 hónapos, ez pedig Olaszországban szakács tanulóinknak kínáljuk.